Az udvarbíró téren található játszótér felújítását régóta tervezte a Városvédő és Szépítő Egyesület. Ehhez most egy pályázat nyújthat segítséget. Minden civil szervezet nagyon nehéz pénzhez jutni, csak pályázat alapján tudjuk ezt, és megragadunk minden pályázati lehetőséget, hogy sümeget szebbé tegyük, felújítsuk, rendbe hozzunk különböző helyeket. A jelenlegi pályázatot a Tesco áruházlánc írta ki, hogy a közönség döntse el, hogy mit támogat. Mi szeretnénk felújítatni az udvarbírótéri játszóteret, mivel nagyon-nagyon rossz állapotban van, több mint 10 éve újították föl. Azt hiszem, ez nagyon jó lenne, főleg a kisgyermekes anyukáknak, hogy ki tudják vinni egy olyan helyre a gyermekeiket, ahol igazából megfelelő körülmények között játszhatnak, pihenhetnek. A pályázat eltér a megszokottól, hiszen ez esetben a városban és környéken élők szavazatai, pontosabban zsetonjai döntik el, mekkora összeg áll majd rendelkezésre a felújításhoz. A kiírás a múlt év végén történt, és rögtön élt is a lehetőséggel az Egyesület. Megírtuk a pályázatot, lebírálták a központban a pályázatot, és mivel bejutottunk az áruházi zsetongyűjtő fordulóba, így most már az Egyesület biztos, hogy kap pénzt, most már a vásárlókon múlik, hogy mennyi pénzt kapunk. 3 helyezett lehet. Az első helyezett 400 ezer forintot, a második helyezett 200 ezer forintot, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forintot nyer. Tehát az már biztos, hogy 100 ezer forint megvan, mert legrosszabb esetben harmadik lesz a Városvédő Egyesület. Azonban nagyon bíznak a sümegi lakosok játékos kedvében és a jó cél iránti elkötelezettségükben. Ugye költségenként le kellett bontanunk, tehát 3 helyezet van, 3 költségtételre bontottuk le a pályázatot. 100 ezer forint, hogyha harmadikak leszünk és 100 ezer forintot nyerünk, akkor feltétlenül megújítjuk a kerítést körben. Keresünk természetesen szponzorokat is, hogyha nem sikerül olyan összeget nyerni, hogy a teljes játszóteret felújítsuk, de a kerítés után a csúszda, a homokozó teljes felújítását szeretnénk. Ugye a homokot kicserélni, a körbe a fa szerkezetet megújítani, a balesetveszélyes csúszda elemet kicserélni a csúszdán. Ezek a legfontosabb terveink, illetve parkosítani szeretnénk még a játszótér előtt, ebbe viszont bevonjuk az óvodákat, iskolákat is. Január 20-ától kezdődött a zsetonakció, sokan már találkozhattak is vele az áruházban. Minden vásárlás után a sümegi és a tapolcai üzletben a pénztárosok átadják a zsetonokat függetlenül a vásárlás értékétől, és nincs más teendő, mint a kihelyezett 3 urna közül kiválasztani azt, amelyik a Városvédő Egyesület nevére szól. A zsetongyűjtés február 16-áig tart, és az Egyesület vezetősége nagyon bizakodik, hogy kitűzött céljukat így módon elérhetik.